Nehéz sorsú fiatalok küzdenek az Európa kupáért a Széktói stadionban péntekig a 20. gyermekotthonok Grassroots labdarúgó Európa kupa döntőjén. Magyar és észt gyermekotthonban és állami gondoskodásban élő fiatalokból álló csapatok mérik össze erejüket és tehetségüket az egészséges életmódért Hit és Sport Alapítvány és a Magyar Labdarúgó Szövetség közös 5 napos rendezvényén. A legkülönbözőbb élethelyzetekből érkező fiatalok szeme előtt a héten csak egy közös cél lebeg, a győzelem. Páran vannak, akik ugye Kelebiáról, a felnőtt csapatból ugye együtt játszunk, de ugye vannak azok, akik még fiatalabbak, és ugye nincs annyi tapasztalatuk, nem tudják azt a játékot, szóval azt a pörgős játékot, amit az idősebbek hoznak, de úgy szoktuk megoldani, hogy lényegében, hát nem szoktam így lenézni az embereket, de hogy a gyengébb meccsekre szoktuk feltenni az ilyen játékosokat, akik ugye még nincsenek így hozzászokva a dolgokhoz, mert hát lényegében, hogyha dobogot meg akarok szerezni, akkor azért küzdeni kell. A Heves megyei Pétervásárai gyermekotthon csapatának nem ismeretlen helyszín Kecskemét, hiszen 2 éve az Európa kupán megnyerték a játékot. A 19-es kupagyőztes csapat egyik játékosa, Lakatos Csaba pedig a legjobb játékos címmel is büszkélkedhet. Csaba elmondta, hogy nagyon sok barátra tett szert, akikkel azóta is jó viszony tápol. Sok ismerős van, és velük nagyon nagy élmény játszani, mivel ezt igazából egy barátságos mérkőzésnek veszük fel, de van tétje is. És sok új csapat érkezett most is, és igazából én úgy gondolom, hogy most erősebb az élmezőny, mint tavaly volt. A nehéz sorsú fiataloknak a közös sport és a megmérettetések a szabadságot és a lehetőséget jelentik. Azóta focizom, mióta bekerültem a gyermekotthonba, az 12 éve ezelőtt történt. Igazából a foci az nagyon sokat jelent számomra, mivel sok barátot szereztem vele, és olyan helyekre jutottam el, amiről még álmodni sem mertem. A fiatalok 5 napos kecskeméti tartózkodásuk ideje alatt egy kis pihenésre és városnézésre is szakítanak időt.